Idén is megtartotta a testületi üléssel egybekötött évvégi közmeghallgatást a Siklósi Önkormányzat. A városkönyvtárában várták a helyieket, akik értesülhettek az elmúlt év eseményeiről. Ezúttal két fontos témában is tartottak tájékoztatót, melyek az egész lakosságot érintik. Az egyik téma az nyilvánvalóan a növekedett rezsiköltségekhez és az ezzel kapcsolatos intézkedéscsomaghoz kötődő rövid előadás lesz. Tájékoztatjuk gyakorlatilag arról a lakosságot, megtettük ezt már minden fórumon, de itt most személyesen is meg fogjuk tenni, hogy milyen intézkedéseket hoztunk az elmúlt időszakban. Ez alapvetően idén október 1-től hatályba lépő intézkedésekről beszélünk. Többek között az önkormányzat külső épületeit is bezárták, az ott dolgozó kollégák pedig a városházán belül rendezkedtek be. Siklós egyik szintén nagy fogyasztója még a vár, amely szintén csökkentett üzemmódban működik. Mindezek mellett a közvilágítás is egy fontos kérdés, ami a leginkább érinti a lakosokat. A polgármester elmondta, hogy nincs semmi olyan intézkedés, ami korlátozná az utcák kivilágítását. A közmeghallgatás másik fontos témája azok a fejlesztések, melyek idén megvalósulhatnak a városban. Tavalyi évben is tartottunk előadást, nyilván akkor még előtte voltunk a pályázati csomagjainknak, a pályázatainknak a benyújtása, csak az idei évben következett be. Ugye tavaly decemberben még csak a felhívásokat láttuk, idén viszont már vannak nyertes pályázataink, illetve az ütemezéseket próbáljuk a lakosságnak elmondani, átadni azokat az információkat, hogy mikor is érhetünk el oda, hogy az ő közvetlen környezetükben vagy a mindennapjaikban effektíve konkrétan már a kivitelezésekkel találkozhatnak. A polgármester előadásában ismertette, hogy a Top Plus felhívások keretében 11 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. A projektek nagy része még elbírálás alatt áll, de 5 fejlesztési tervről már megérkezett a pozitív döntés.